Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Most egy présgépet fogok bemutatni, egy mechanikus kézi présgépet. Ugye megjött a Westmarttól, és hát elkezdem kicsomagolni. No hát ez a présgép, és ugye ki is bontom. És TH-sat is, meg úst is tud csinálni. Masszív darab. Itt vannak a pufák, még azt kell mondjam, hogy zsíros is. Jó kis gépzsír. És akkor ennek a használatát fogom most bemutatni, mert szükség lesz rá. Az erőkar miatt ugye ki tudom húzni. Az egyik oldalát ki lehet hajtani. Rúgós, és utána be kell tenni a pufát, és akkor jöhet a préselés. 16-os csövet fogok préselni, ezért ez a TH-s 16-os prés. Ugye van egy válla, egy pereme, oda simán csak be kell dugni. Így, és a közepét meg is akassza. Na hát így néz ki. Ugye, hogyha összehajtom, most ilyen, ha összehajtom, akkor szépen összenyomja a csövet. No, hát összetettem, rádugtam, mindjárt meg is mutatom, hogy hogy. Na, korikorong. Kópig össze van nyomva. És az a lényeg, megmutatom, ezt ki lehet húzni, hogy kétféleképpen lehet betenni, ide is lehet tenni, meg oda is, tehát alulra is, fülülre is lehet tenni. Tehát ennek ott kell lennie. Viszont, hogyha úgy adódik a helyzet, akkor fejjel fölfele is lehet tenni. És az ott van. Tehát ez inkább ilyen téknél értendő. Ezt kell összetenni a géppel együtt. Ugye középen megáll. Így. A másik is be van téve. És akkor mutatom összetéve a géppel rajta az idomon. Fontos, hogy széthúzva kell, mert hogyha összemegy, akkor feljön a persely. Tehát ezt így kell összetenni. Ugye összetettem, rászorítottam, és jöhet az összecsukás. Azért egy kézzel kamerázok is, és egy kézzel csinálom, ugye ez kemény. De itt a tengelyt kell, tehát itt ez mozog, és a tengelyt így be lehet állítani, és utána mehet az összepréselés. A erőkart meg lehet hosszabbítani, így azért kemény. Így. Hú. Össze vagyunk préselve, óvatosan kell kiúzni, mert csap egyet, most meg is próbálom mutatni. Tehát erre figyelni kell, hogy nehogy arcon csap magad, de utána már le lehet venni. Ez benyomod. És ki is jön a pontos, hogy levenni ugyanúgy kell, mint ahogy feltesszük, tehát széthajtva.
mert úgy megy le itt a hidraulika, vagy nem is hidraulika, hanem ez a tengely. Máskülönben nem tudod levenni. És így néz ki az összepréselt ötrétegű fitting. No hát, utána leveszem a szallagot, visszamehet, de előtte még ellenőrzünk egy nyomást. Összességében ennyit akartam csak mutatni. Ha tetszett a filmem, akkor lájkoljátok. Ez egy kézi présgép. Egész nap ebben dolgozni azért kemény, tehát azért 300 ezerért, ha valaki egész nap ezt csinálja, megéri beruházni, mert egy fél iPhone vagy Android ára. Viszont hogyha csak két-három fürdőszobát, vagy két-három idomot vagy, igazándiból két fürdőszobánál már megéri megvenni, mert én ezt 45 ezerért, vagy 50 ezerért, nem is tudom mennyire vettem árgépen, de használtan ilyen 30 ezerért is lehet venni, attól függ hány pofa van hozzá, mert egy ilyen pofa 4000 forint külön, tehát hogyha van hozzá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pofa, akkor az már önmaga 30 ezer forint körülbelül, ús pofa vagy TH-s pofa, de mindegy, úgyhogy én jó magam elkezdtem a saját fürdőszobámat megcsinálni, a hálószobát, hálószobának a fürdőszobáját, és elkezdtem gondolkozni, hogy kölcsönözzek. A kölcsönzés az pofától függ, de ilyen 7 és 10 ezer forint között van, el kell menni, vissza kell vinni, kaukció letenni, stb. Most, hogyha már kettőször el kell menni, akkor az már a fele, ha fele megvan, akkor már az egész. Tehát ezek nem nagyon összegek, de egy radiátort is át kell tenni. Elgondolkoztam rajta, hogy szívóval, rézzel csináljam, de mivel van egy radiátor, amit le kell venni, és ott már ugye toldani kell, így mindenképpen beruháztam egy ilyenre. Ha tetszett a filmem, akkor lájkoljátok. Ha további filmeket szeretnétek látni, akkor támogassatok. Sziasztok!